77 éves korában életrajzi könyv jelent meg róla, amely a legendás Titit már a címben varázslónak nevezi. Lakatékáról írta meg a 62-szeres válogatott 15 évig Újpest labdarúgó Göröcs János személyes történetét, amelyről a főhőssel és a kötet szerkesztőjével, Dénes Tamással beszélgetünk. Jó reggelt kívánok, szervusz! János, a könyv címe, ahogy mondtam, varázslónak nevezték, ebben semmi túlzás nincsen, gondolom jól esik. Hát ha ők így látják, azt nem tagadom. Most nyulat vagy varázsolj nekünk, labda kell hozzá, igaz? Hát a labda kell hozzá. Mire utal ez a cím igazából, mire utaltatok Lakatékárolja Tamás, a cseleire vagy az átadásaira? Hát tulajdonképpen mind a kettőre, de hát ugye az ő technikai felkészültsége az a pályafutása során európai viszonylatban is kiemelkedő volt, tehát nem véletlen mondjuk, hogy egy adatot mondjak csak, hogy 1962-ben Európa 10 legjobb játékosa közé választották, és hát aki régi Újpest szurkoló, vagy még nálam is idősebb, még néhányan vannak ilyenek is, akkor az ő játékáért jártak egy hosszú éveken keresztül, illetőleg ő volt a híd tulajdonképpen, ezt szeretjük hangsúlyozni, az 1960-as bajnokcsapat, és aztán a Baróti Lajos által összerakott 1969-től 7 sorozatban 7 bajnoki címet nyert Újpestben. A híd szerep azért az nagy terhelést is jelent az embernek, nem? Tehát, hogy mert a hídat azt úgy szokták eleve terhelés próbán átadni. Szeretted a híd szerepet? Híd? Híd, igen. Hit. Hit is, meg híd is. Híd hát, is. Hát őszinte legyek, én ebben a csapatban az voltam. Főleg azután, hogy mint csatárt kezdtem, és jó is ment egészen 62-ig, jó is ment, és amikor elkezdődött ez a jobb szélső, meg nem tudom milyen Baróti által erőltetett poszt, az abszolút nem tetszett. Nem volt hely. És a Szusza Ferni szegény nyugodjon békébe, mikor ő került oda hozzánk 64-be, 63-ba, csinált egy olyat, hogy a belső hármas, én, a Bene meg a Dunai, negyed óránként visszajön a középpályára, 15 percig. És akkor ez cserélődött, a Duna jött vissza, a Bene jött vissza, aztán egyszer csak úgy maradt, hogy egyik se jött vissza, csak én ragadtam ott. Na és onnan ment aztán ez a bizonyos osztogatás, ami nem ment rosszul, és kedveltem is. Ugye igaz, hogy kimaradtam a válogatottból, de én azt a posztot szerettem. Hát nem véletlen volt a Bene gól király, a Dunai gól király, a labdá zöméből. Na, az volt az te igazi posztod? Hát én őszinte legyek, jobban szerettem talán, mint a csatársort, csatár lettem volna. Bár neki, hogy mondjam, nem volt gond akkor a csatárjátékommal se. Bajnokságot nyertünk, rúgtam a gólokat, a válogatottba is, a Újpestbe is, hogy aztán miért kellett visszamennem, nem igen örültem neki, mert ott többet kell futni, meg szerelni is kéne, de a futással nincs baj, de a szerelés az nem az én, hogy hívjákom volt. Uh-huh. Nem a te világodon. Na most Tamás, az azért érdekes, hogyha már ott kezdtük, hogy János hova helyezhető az akkori európai és világlabdarúgás elitjében, akkor próbáljunk már legalábbis számodra olyan játékosokat mondani, hogy a mai fiatalok is tudják azonosítani, akik valahogy stílusban vagy felfogásban, meg hát persze posztszerűen is ma kicsit hasonlítanak rá. Ugye, nézzük az ő játékának a legfőbb ismérveit. Technikai képzettség, kivételes technikai képzettség, irányítókészség, mind a két lábával kiválóan rugott, gólerős volt. Gólkapacitás. Igen, most azt mondom, akkor egy mai támadó középpályás lenne. Egyébként az a fajta tízes játék, amit mondjuk Platini játszott, hogy azért ne teljesen a mai korszakot mondjak, de azt mondom, hogy az én fiatalságnak, az szerintem közel állt hozzá, az másképp, hogy inkább a pályának a jobb oldalán helyezkedett el, Platini inkább a másik oldalán, de tényleg extra klasszis volt, szóval most bátran szembe dicsérem. De ugye a Ferencváros szurkolók is gyakran föltették a kérdést, hogy Varga vagy Göröcs. Hát ez nyilván klubhovatartozástól függően is két hasonló technikai kvalitású játékos összehasonlítása lehetőséget ad. Hát az Újpest szurkolók nyilván viszonylag hamar megadták a jó választ rá, hogy Göröcs. Az ő pályafutása hihetetlenül gazdag volt.
amellett, hogy egy kicsit balszerencsés is, mert a nagy tornákkal, a válogatott nagy tornáival nem volt igazán szerencséje, de ez talán még csak aláhúzza azt, hogy az Újpestben milyen hihetetlen gazdag pályafutást mondhatott magáénak. Én emlékszem arra a góljára, amit a Newcastle-nak lőtt például a VVK döntőben 1969-ben. Hát tényleg ilyenkor nagyon sajnálja az ember, hogy a magyar televízióban nem maradtak meg ezek a felvételek. Elindult a labdával, és hogyha 40-en lettek volna előtt, akkor 40 játékos se lesz ki. Hát. Én tulajdonképpen is egyik edző se ajánlotta ezt föl. Én egy olyan kötetlen posztot játszottam volna. Vagy nem feladattal, hogy menj vissza, meg ez, meg az, meg menj előre. Egy kötetlen, ahol mindenhol ott lehettem volna. Egyik se ajánlotta föl. Még mondjuk ez a középpár, igen, de itt is szerelni kellett. Hát életemben így még nem szúrtak le, mint a Baróti engem leszúrta. Jéna ellen, vagy kivel játszottunk itt egy kupameccset. És elvitte mellettem a NDK játékos, nem tudom, és 30-szor bevágta a Misinek. Úgy leszúrt félidő, vagy azt hittem, hogy... Miért nem szerelsz? Miért nem szerelsz, ugye, hogy a szereléseidet hiányoltál? Igen. Azt hittem, abba hagyom. Komolyan mondom. Na most, Tamás, ez nagyon érdekes, mert ugye egy olyan egyéniségről beszélünk, és ez nem veszett ki azért a futballba, ha bár nagyon sok tekintetben átalakult a modern labdarúgás, de a jó edző ma is, szóval vannak olyan futballisták, akiket úgy nagyjából hagy játszani, igaz? Totti. Igen. Egyébként most nem azért, de én is volt. Akit kell hagyni játszani. Azt kell kimondani, hogy nem sem. Játsszál. Nyilván az egy, abból káosz lesz, meg abból nem semmi, ha mindenkinek ezt mondjuk, de tudni kell, hogy valakinek ezt kell mondani. És ezek szerint akkor te ezt hiányoltad leginkább. Hát nem volt olyan alkalom, amikor jól játszottam, hogy azt mondta volna, hogy gratulálok. Ilyen nem is volt. Ezt a szót a Baróti nem ismerte. Nem csak nekem nem. Volt egy-két kedvence, tudom, nem mondok nevet, de én nem tartoztam közéjük. Na most, de mindezek ellenére azért, amit a könyvet is elolvasom, és el is mondod benne, te a futball által és egyáltalán egy boldog ember vagy, nem? Hát én úgy érzem, a sérülésemig nagyon jó volt minden. Sérülésem után sajnos nem jött rendbe, elcsalták az orvosok, sajnos a mi orvosunk benne volt. Mert a konzulium megállapította a sportkórházba, ahol ott volt a mi orvosunk is, a Radnai, nyugodjon békébe. Újpestek a kluborvosok. És azt mondták, nincs porcom, nem kell megoperálni. Ez volt hétfőn, csütörtökön gizbe raknak, egy hónapig, és utána majd meglátjuk. És eljön a csütörtök. Jön értem a Radnai, hogy visz a sportkórház. Mondom, doktor, nem erre van a sportkórház. Hova megyünk? Azt mondja, még megmutatlak a főnökömnek a Korvin kórházba, a rendőrkórház, sportolótól gyógyítson. Megnézett így, 5 másodperc, porca van, itt maradt, hétfőn műtjük. Abban akkor van a portsérülés azért egy pályafutás végét jelentette. Gondolj arra, hogy 94-ben a Bárézi portsérülés után 20 nappal világbajnoki döntőt játszott. Szóval ha 20 éve később születik, akkor lehet, hogy még van 5 éve az Újpestben. De Tamás, ott is megállapították, össze-vissza csavarták, azt mondták, nincs porcam, nem kell műteni. És ott a mi orvosunk, és elvisz a Korvin kórházba. Na de, hogyha Göröcs János ma lenne egy fiatal labdarúgó, akkor viszont, hát hogy mondjam, 15 évet biztos nem játszana az Újpestbe. Hát, hamarabb elvinné valami nagy klub, igaz? Igen. Hát, na jó, hát engem is hívtak olimpia után, a Interrel járt, a Milánnal játszottunk Milánóban, nem jöttünk haza az olimpiáról, hanem egyenes mentünk. És oda jött hozzám, leült mellém a Solti Dezső. Az a Internek volt a menedzsere. Szevasz, mondta, van kocsid? Mondom, van. Van benne autorádió? Mondom, nincs. Azt mondja, kapsz tőlem egyet. Csak előbb válaszolj egy kérdésre. Azt szeretném, ha kimaradná. Én meg olyan ideges lettem, hogy azt mondtam, hogy nem.
Hát ugye akkor, hát inkább a fiatalabb kedvéért mondom, hogy akkor diszidálónak mondták hát azt, aki nem, és ugye hát az, attól függően egy vagy két éves eltiltás vált arra, aki, nem tudtam, aki elvett, illegálisan minden. Kiment, ugye családot akkor, az, akkor kimenni azt jelenti, hogy a családot itt kell hagyni gyakorlatilag beláthatatlan időre. Egyébként az Újpest a 60-as években a Milán ellen is játszott, és az, ahogy János is mondja, az Intert megverte, azt az Intert, amelyet ugye Eleni Herrera vezetett, és gyakorlatilag még a 64-65-ös meggyőztes, kétszeres meggyőztes csapatra épült. Fakettit lecserélték azon a meccsen. Abban az évben nyerték meg meg a Beckett. A Kuharski azt csinálta Fakettiből, ilyen turbánnal a fején, fejbe rúgták, és vérzett a feje. A Kuharski egyen 1,59-1,60 magassága, Faketti 2 méter. Röhögött a saját közönségük, úgy kimajmolta a Kuharski őt. Hát szóval ilyen futballistáink voltak, hogy ma már talán nem is mindenki emlékszik Kuharski Bélának a nevére. Mert ugye ő egy picit megelőzte korban azt a nagy csatásort, ami a fazekas görösben a Dunai Zámbó volt, de hát ő is úgy cselezett, mint a jó Isten. Azt mondnak végül, Tamás, hogy neked milyen újdonságot adott ez a könyv? Sok mindent lehet tehát ugye tudni a Jánosról, de azért így egyben. Pályatársak is nyilatkoznak benne, meg egyáltalán az élete itt a legendás helyek, meg a borozók is szóba kerülnek. Szóval mi az, ami igazán új volt számodra? Ugye a játékos pályafutását úgy, ahogy az ember meg tudta ismerni korábban is. A legnagyobb újdonság számomra az volt, ahogy a játékos társak mind beszéltek róla. Tehát Lakatté Károly, a kötet szerzője mondta azt, hogy hát talán azt kellett volna beleírni még a könyvbe, hogy egy ilyen elképzelt telefonbeszélgetés, hogy mondjam már valami rosszat a Jancsi Károly, na nem tudok, akkor viszontlátásra. Szóval tényleg senki rosszat nem mondott róla. Úgy volt igazi vezéregyéniség a Dózsának, hogy mindenki imádta. És még egy nagyon fontos dolog ezzel kapcsolatban, nem csak az újpestiek. Most a sajtótájékozott, amikor szerveztük, kérdeztük radistákat, hogy hát Újpest játékos volt eljött, micsoda a görög miatt, természetesen. Úgyhogy tényleg mindenki imádta, a radisták, a vasasosok, a honvédosok, az MTK-sok. Az egyik legjobb barátja Nagy István az MTK játékosa volt. Mindenki olvassa ezt a könyvet, egy nagyon rendes, aranyos emberről szól, hogy szembe dicsérjélek. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Én is köszönöm.